Lenc telep. November végére elkészülhet az új 130 négyzetméteres játszótér a Szénatéren. Egészséghét. Péntekig minden az egészséges életmódról szól a Tóth Árpád gimnáziumban. Poloskák. Nem csak bosszúságot, komoly károkat is okozhatnak az apró rovarok. Köszöntöm Önöket! Október 17-e hétfő van, kezdődik a napszemle. Már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Új játszótér épül a Szénatéren. A Civisváros Kulturális Egyesület korábbi közösségi terek létrehozásáról szóló pályázata eredményeként a Lenctelepen még egy csaknem 90 négyzetméteres fedett pergolát is kialakítanak. A fejlesztések összköltsége 37 millió forint, amit az Európai Unió és az önkormányzat közösen finanszíroz. Ezen a területen hamarosan egy új játszótér épül. A Lenctelepen élők régi kívánsága volt ez, különösen azóta, hogy a Szénatéren korábban már focipályát és konditermet is kialakítottak. Egy olyan fejlesztés valósul meg itt, ami már a itteni polgároknak egy nagyon-nagyon régi álma. Egy olyan játszótér fog elkészülni, amely bízom benne, hogy minden tekintetben ki fogja szolgálni az itt élő embereknek és legfőképpen a gyerekeknek az igényeit. A városrész önkormányzati képviselője hozzátette, a Lenctelep fejlesztésében az itt tevékenykedő civil szervezetek is részt vállalnak. A Civisváros Kulturális Egyesület nyertes pályázatának részeként a játszótér mellett a Cseresznye utcában egy csaknem 90 négyzetméteres fedett pergola és egy tároló is készül. Ez azért fontos, mert az oda elültetett fák még viszonylag kis lombozattal bírnak, viszont a rendezvényekhez fontos az, hogy árnyékban tudjuk olyan helyet biztosítani, ahol a gyerekeknek akár az arcfestés, vagy a henna tetoválás, vagy éppen a más programok tudnak megvalósulni. A 130 négyzetméteres, speciális gumiborítású játszótéren egyébként a hinták mellett mászóvár, homokozó és csúszda is lesz. Pósán László szerint az Egyesület jó gazdája lesz a játszótérnek. Akkor, ha van a figyelőszem, amelyik oda tud ezekre nézni, akkor ezeknek a játszótereknek, padoknak, közterületen lévő építményeknek az élettartama, állaga sokkal tovább fennmarad és sokkal jobb állapotban maradnak meg. Számos példa bizonyítja ezt már a város egyéb területein. A beruházás összesen 37 millió forintba kerül. Ehhez az Európai Unió 23,5 milliós támogatást biztosít, a többit pedig a városi önkormányzat fizeti. Az új játszótér a tervek szerint november végére készül el, a teljes fejlesztés pedig jövő márciusra fejeződik be. Október közepén hivatalosan elkezdődött a fűtési időszak. A hűvös éjszakák miatt sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. A tapasztalat az, hogy a vegyes tüzelésű kazánokba sokszor nem csak száraz tűzifát tesznek az emberek, hanem háztartási hulladékot vagy lomot is. Ez környezetszennyező, káros az egészségre, ráadásul könnyen tüzet is okozhat. Napközben még ragyogó napsütéses idő van, de esténként már annyira lehűl a levegő, hogy szükség van a fűtésre. Esetenként előfordul, hogy a kályhákba, vegyes tüzelésű kazánokba olyan anyagok is kerülnek, amiknek nem ott lenne a helyük. A megélhetési nehézségek miatt attól tartanak a szakemberek, hogy hulladékkal is fűtenek az emberek. Mindamellett, hogy magát a berendezést, tehát a fűtőberendezést is tönkreteszi idővel, amellett borzasztóan komoly egészségkárosító hatása van nem csak a tüzelőre, hanem a szomszédságra is nagyon komoly terhet, a szomszédságra is nagyon komoly terhet ró. Sajnos egyetlen egy háztartás, amelyet például hulladékkal tüzelnek, akár 20 kilométeres körzetben is elszennyezheti a levegőt. A fűtési szezon kezdetével a lakástüzek száma is megszaporodik. A statisztikák szerint minden ötödik kémény tűzből indul ki. A tűzoltók arra hívják fel a figyelmet, hogy festett bútorlap, faroslemez, PVC, gumiabroncs ne kerüljön a tűzre. Ilyenkor ugyanis könnyen visszaáramolhat a füst, esetleg kémény tűz is kialakulhat. Általában felmelegszik ugyebár a járat, kipattanó szikra meggyújtja a tetőszerkezetet, és hogyha egy háznak a tetőszerkezete ég, akkor onnan már nagyon nehéz megfékezni a tüzet, hogy ne égjen le teljesen a lakóépület, ezért nagyon kell odafigyelni ezekre a kémény tüzekre. A szakemberek szerint érdemes rendszeresen ellenőriztetni a kéményeket. A kéményseprők folyamatosan dolgoznak. Naponta átlagosan 100-150 bejelentés érkezik hozzájuk. Aki még nem rendelte meg a díjmentes ellenőrzést, megteheti a képernyőn látható, ingyenesen hívható telefonszámon.
Aggodalom, felfokozott várakozás jellemzi mind a napelemet igénylőket, mind az őket kiszolgáló cégeket, miután a kormány úgy döntött, ideiglenesen változtat a napelemes pályázatokra érvényes szabályokon. Ezt azzal indokolták, hogy az elektromos hálózat rendkívül túlterhelt, nem bír el több napelemes betáplálást. Az ágazat szereplői szerint a döntés jelentősen visszavetheti a környezetbarát energia telepítését a háztartásokban. Több az igény, mint amit az elektromos hálózat jelenleg elbír, akkora a rendszerek túlterheltsége. A kormány szeretne több pénzt fordítani zöld átállásra, de ehhez meg kell állapodni az Európai Bizottsággal. Addig azonban több igényt nem vesznek fel a napelemes rendszer hálózatra kapcsolására, így felfüggesztik a betáplálási lehetőséget az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszerek esetében, vagyis nekik már maguknak kell megoldani az áramtárolását. Mivel a hálózat ennyi napelem által termelt energiát már nem tud befogadni, ezért a betáplálást felfüggesztjük. Még egyszer mondom, nem azokra, akik már a hálózatban vannak, vagy akinek előterjesztett igénye van, hanem akik ezt követően fognak zöld energiát, vagy ezt követően fognak napelemet felszerelni, és az igényeiket sem adták még eddig be. A döntés meglepte a szakmát és az ügyfeleket is, mondta egy napelemes rendszerekkel foglalkozó cégnek a tulajdonos, aki hozzátette, naponta 100 ügyfél érdeklődik, hogy most mit csináljon. Nekik azt tudják csak tanácsolni, várják meg a részletszabályokat. Kátai Zoltán óvatosan fogalmazva annyit mondott, ha akkumulátorral ellátott napelemes rendszert kell telepíteni, annak a beszerzési és megtérülési költsége kérdésessé teszi ezt a fajta beruházást. Nyilván lesznek olyan ügyfelek, akik kevésbé árérzékenyek, vagy akár környezettudatosak, és ők inkább emellett fognak dönteni, de valószínűleg sokan a megnövekedett költség és a kitolódott megtérülési idő miatt inkább elhalasztják a napelemes igényüket. A cégvezető azt is elmondta, hogy a lakosság esetében családi házakra akkumulátor nélkül telepíteni napelemet nem igazán éri meg. A kis és középvállalkozások esetében más a helyzet, mivel náluk napközben is nagyobb a felhasználás, és egyébként is megemelt számlát fizetnek, így a megtérülés is jó lehet. A napelemipar szereplői szerint, ha jelentősen visszaesik a kereslet, az munkahelyek elvesztését is jelentheti. A Központi Statisztikai Hivatal szerdán 10 óráig meghosszabbította a népszámlálás online adatszolgáltatási időszakát, mivel a vártnál jóval többen hagyták a kérdőív kitöltését az utolsó napokra. A kérdőíveket eredetileg vasárnap éjfélig lehetett önállóan az interneten kitölteni. A nagy érdeklődés miatt döntött a KSH arról, hogy meghosszabbítja az online adatszolgáltatási időszakot. Az internetes kitöltés továbbra is a legegyszerűbb, leggyorsabb és legkényelmesebb módja a válaszadásnak. Ha valaki nem rendelkezik internet hozzáféréssel, térítésmentesen használhatja a közkönyvtárak számítógépeit, valamint a digitális jólétprogrampontokat. Akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat számláló biztosok keresik fel, és akkor már csak az ő segítségükkel lehet megválaszolni a kérdéseket. Országosan 5 millió, Debrecenben pedig több mint 100 ezer háztartás érintett a népszámlálásban. Mától péntekig minden az egészséges életmódról szól a Tóth Árpád gimnáziumban. Az egészséghét programjai között egyebek mellett a témához illeszkedő előadások, illetve étel- és italkóstolók is szerepelnek. Délelőtt Kövér Balázs egykori rövidpályás gyorskorcsolyázó nemzetközi versenybíró beszélt a diákoknak a sport és az egészséges életmód összefüggéseiről. Ez a tornatermi előadás is része volt a gimnázium hagyományos egészségheti programjának. A rendezvény sorozaton a mentők például újraélesztést tanítanak majd a gimnazistáknak, de lesznek az egészséges táplálkozás népszerűsítő étel- és italkóstolások is. Tudjunk mutatni célokat, lehetőségeket, egészséges életmódot a sportok útján, edzőkön keresztül, illetve fel tudjuk hívni a fiataloknak a figyelmét esetleg a különböző problémákra is, tehát szenvedélybetegségek, vagy bármi olyan dolog, ami úgymond leselkedik rájuk, mint ugye fiatalok kamaszokra. Családok számára indított élménykoncert sorozatot a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara. A zenematinék célja, hogy interaktívan mutassák be a klasszikus zenét és a hangszereket. Az első alkalom ütősen indult, hiszen a Sonus ütőegyüttes várta a családokat. A résztvevők nem csak megismerhették a különböző hangszereket, de közös ritmusjáték is várta őket. A zeneművészeti kar régóta tart hang, játék, zene címmel élménykoncerteket, amelyekre óvodai és iskolás csoportokat várnak. A zenematinéra viszont szüleikkel, nagyszüleikkel érkeznek a gyerekek, így felszabadultabban vehetnek részt a közös játékban.
tudományos szakirodalom is alátámasztja, hogy a felnőttkori ízlésben jelentős szerepe van a gyermekkorban átélt élményeknek, és mi már erre a felnőttkori ízlésre alapozunk, amikor a 3 éveseket hívjuk. Az ősz beköszöntével egyre több poloskát lehet látni a szabadban, illetve a lakásokban és a házakban is. Az emberekre nem veszélyesek, de mégis sok bosszúságot, a mezőgazdaságban pedig komoly károkat okozhatnak. A szakemberek szerint ebben az időszakban téli búvóhelyet keresnek maguknak a rovarok. Aprók, mégis komoly kellemetlenséget tudnak okozni. A poloskák leggyakrabban a nyílászárókon keresztül repülnek be otthonainkba. Mi szeretettünk fel szúnyoghálót a konyhai ablakra is, szobaablakra is, az erkélyre is, meg az erkélyajtó, úgyhogy nem tudnak bejönni. Méretükből adódóan a poloska mégis könnyen bejuthat az épületekbe. Az idő lehűlésével ösztönösen keresik a meleg helyeket. A legkisebb rést is megtalálják, ezért érdemes a redőnyöket, sőt a vezetékek nyílásait is alkalmanként átvizsgálni. Azt állapította meg, hogy mintha eltűntek volna a poloskák, de most összfelé már sajnos felbukkantak. Zöld is, barna is. Én kinyomom a belit, én írtam. Úgyhogy én nekem ez a tapasztalatom, hogy most van bőven. A poloskák Magyarországon nem őshonosak, így gyakorlatilag nincs természetes ellenségük. A globális felmelegedés ráadásul segíti fennmaradásukat. Annak ellenére, hogy emberi betegségeket nem hordoznak, szúrós, kellemetlen szagú váladékuk miatt allergiás reakciót is kiválthatnak az arra érzékenyeknél. A mezőgazdaságban is gyakran gondot okoznak, elsősorban a bogyós gyümölcsöket és zöldségeket károsítják. A poloskák a szipókás rovarok közé tartoznak, olyan szájszervük van, ami egy injekciós tűhöz hasonló, és ők ezt a növényekbe szúrják bele, és elkezdik felszívni a finom növényi lágy részeket. Éppen ezért ugye károkat fognak okozni, és ez a kár különösen látványos az olyan zöldségfélék esetében, mint a paprika vagy a paradicsom. A szakember szerint a poloska téli búvóhelyet keres a lakásban. A legegyszerűbb módszer egyébként, ha összeporszívózzuk a rovart, és utána kiürítjük a porzsákot. A kertekben lévő növények permetezése viszont nem javasolt, mivel a rovarírtó utána a szervezetünkbe is bekerülhet. Kísérteties programokkal várják a látogatókat október 29-e és 31-e között a Nagyerdei Kultúrparkban. Most először tartanak 3 napos halloweeni szezonzárót. A hónap utolsó napján az állatkertben is készülnek programokkal a szervezők. Halloween éjszakáján már hagyomány, hogy rémséges és misztikus lények veszik birtokba a Vidám Parkot. Ilyenkor a boszorkák táncra perdülnek, a kovácsok patkót készítenek, és a látogatók közül is sokan jelmezt vesznek fel. Az, hogy itt ugye mindenki ki van öltözve, és hogy ugye a Halloweennak hogy meglegyen a hangulata, és hogy együtt is ijesztgetessük az embereket. Meg a Halloween egyébként is erről a szörnyekről szól, meg ezek a ijesztő dolgokról. Rémisztő pókok, csontvázak, állarcok és töklámpások. Ilyen kísérteties dekorációval is találkozhatnak, akik ellátogatnak október utolsó hétvégéjén a Nagyerdei Kultúrparkba. A Halloween a szezonzáró rendezvény a Vidám Parkban. Az elmúlt másfél évtized legjobb évét zárhatja az intézmény, a várakozások szerint december végéig átlépheti a 160 ezeres látogatószámot. Ezért is tartják fontosnak az újdonságokat. Most először több napos lesz a rendezvény, már a hétvégén is programokkal várják a látogatókat. Emellett az is egy komoly erőlépés, hogy az állatkert is látogatható lesz a Halloweenkor, és nem csak látogatható, hanem meg annyi programmal készülünk, ami tematikussá teszi. Az egykor volt élő állatok, vagy éppen a soha nem élő állatok kategóriáiról is fogunk mesélni, mutatni. A Halloween partin vásári bábjáték, borzongató klasszikus zenei koncert is várja a kicsiket és a családokat. A 18 év felettiek kifejezetten nekik szóló drámajátékban vehetnek részt a kárhozat dombján, és az alvójátékok is életre kelnek ezen az éjszakán. Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!